Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. Szeretném megkérdezni, hogy mennyire vagy elégedett azzal, ami felé jelenleg a világunk halad. Vannak kétségeid? Ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé a jelenlegi világunk alatt? Oké, okay, köszönöm szépen. Majd egy lapot a hölgy töltsön ki, jó? Egy felmérő lapot, köszönöm szépen. Gondoltál már arra, hogy a jó embereknek valamit tenniük kellene azért, hogy jó felé? haladjon a világ. Ki az, aki gondolt már erre? Okay. Azért? Ja, azért vagyunk itt, igen. És tudod, hogy nem véletlenül vagy itt? Hm? Most már Igen. <laughs> Azért vagy itt, mert fényküldött vagy, illetve, hogy fényküldött mi voltodra, ráébredj. Különben nem lennél itt. Oké. Okay. Tehát, ha nem lennél itt, akkor akkor még nem ébredhetnél rá arra, a fényküldött mi mi voltodra. Illetve nem küldtek volna ide, hogy találkozz velünk. Tisztában vagy azzal, hogy ki a fényküldött, és mi a dolga egy fényküldöttnek? Nem? Ki az, aki nincs tisztában azzal, hogy mi a dolga egy fényküldöttnek? Illetve ki, ki az, hogy fény ki, mit jelent az, hogy fényküldött? Ki az, aki nem tudja a Oké. Okay. Na nézzük akkor. Kik a fényküldöttek? Azok, akik születésük előtt önként vállalták, hogy segítenek a bolygó lakógyi, lakóinak kigyógyulni a félelemből és annak következményeiből. Minden fényküldött egy isteni szent feladattal érkezett erre a bolygóra. Céljuk a földi emberek gyógyítása és tanítása. Csak hogy tisztában legyünk ezekkel. Ez úgy működik, hogy a fényküldöttek azok egymásra találnak, megérzik egymásban a tüzet, lelkesedést, segíteni akarást, a bolygó és azon élő minden élőlény testi-lelki gyógyítása iránti vágyat. A fényküldöttek egyre inkább csoportokat alkotnak, illetve csoportot alkotnak. Hogy egy ügyért együtt cselekedjenek. Mindenki más és más egyéni részfeladatot és annak megvalósítására hivatott, így a csoporton belül mindenki megtalálja a saját maga helyét. Ezt nálunk kiválóan látni. Kiválóan látni. Itt ne szektársodásra gondolj. Szó sincs erről. Ha egy fényküldött csoport munkájában valaki részt akar venni, azt kizárólag a saját akaratából, kényszer nélkül és örömmel teszi. Tehát gondoljuk végig, hogy mondjuk a világban a történelm során hány olyan eset volt, ahol az emberek mondjuk jövedelem juttatás nélkül, tehát fizetés nélkül, tehát anyagi juttatások nélkül részt vettek valami olyan dologban, amit önkéntesen csináltak. Mit tudom én mondjuk kereszténység elterjesztése, vagy bármire gondolj? Nem kaptak érte semmit. Tehát volt egy küldetésük, és csinálták. Tehát az ember úgy működik, hogy ha az ember jót tesz másokkal, akkor azért ugye van egy ilyen mondás, hogy jót tetejében jót vár, ugye a mesében is van ilyen. De hát ezért nem mese. Tehát gondold végig mondjuk azok az emberek, akik anélkül, hogy jövedelemmel kaptak volna azért, amit tettek, nem haltak éhen és éltek, akkor ott csak kaptak cserét, nem? Na most ráadásul ugye a mai korban, ez rendes tisztességes cserével megvalósítható. Tehát ez nem, tehát egy küldetést nem pénzért csinálja az ember. Oké? Okay? Hanem a küldetést, azt küldetést tudatból csinálja az ember. Még akkor is, ha azért nem fizetnek. Mert gondold végig, hány olyan emberrel beszéltél már, és... megkísérelted átadni neki az információkat, és mondjuk nem lett a közösségünk része, és fizetted neked azért, hogy, hogy átadtad az információkat? Nem. Tehát itt is ingyen is dolgozunk. Sőt, ha megnézzük, az esetek többségében ingyen dolgozunk. Mert csak akkor nem dolgozunk ingyen, ha valaki tényleg akar tenni azért, hogy egy jobb világunk legyen. Az élet minden területén igaz, hogy csak az összefogásnak van eredménye. földünket és az emberi civilizációt is csak az összefogás mentheti meg. Ezért szükségszerű a fényküldöttek egymásra találása. Tehát ugye emlékszel az imént, miről van szó? Hogy Hol volt? Hogy fényküldött vagy, illetve hogy a fényküldött mi voltodra ráébre. Oké, okay, azért vagy itt. Mert fél, fényküldött vagy, vagy a fényküldött mi voltodra rá, ráébred. Tehát ami azt jelenti, hogy mindenki, aki ide került, az gyakorlatilag azért jött itt le, mert leszületése előtt... bevállalta önként bevállalta, hogy a segítenek a bolygó lakóinak kigyógyulni a félelemből. Tehát az emberiség legnagyobb problémája a félelem. És annak következményei. Tehát az emberek nem félnének, akkor boldogan tudnák élni az életüket. És akkor gondold végig, hogy a félelem az milyen módon mennyire tud, vagy szokott benned időnként elhatalmasodni. És gondold végig, nézz körül az ismeretségi körödben, hogy az ismeretségi körödben lévő emberek között mennyire szokott elhatalmasodni a félelem. Hát erre jó példa az elmúlt évek. Főleg a Covid időszak alatt hogy az emberek milyen mértékben féltek. Ha megnézed, a túlnyomó többség félelemből beoltatta magát, vagy kényszerből, de azt a kényszert azt nem alkalmazták úgy, hogy most, mit tudom, mi börtönbe ültetünk, hogyha nem oltatod be magad. Senkinél nem alkalmazták úgy. Tehát gyakorlatilag mindenki magától oltatta be magát, még azok is, akinek munkai kényszere volt, utána azt a papírt írta alá, hogy ő önként oltatta be magát. Világos ez? Még azok is ezt a papírt írták alá, hogy önként oltatták be magukat. Akik munkahelyi kényszer hatására oltatták magukat. Tehát önként, az önként az azt jelenti, hogy félelemből félt attól, hogy elveszíti a munkahelyét. Tök mindegy, hogy valaki attól fél, hogy elveszíti a munkahelyét, vagy attól fél, hogy a Covid-tól mit tudom én milyen problémái lesznek. Az a részletkérdés. Félelem. Ez is. Félelem. Az is. És akkor visszatérve ide, tehát a fényküldöttek egymásra találása és a közös munkálkodása a jövőért és a felemelkedésért. Hol hallasz te ilyeneket? Máshol? Mástól? Hogy a fényküldötteknek össze kell fognia azért, hogy megmentjük a bolygót és az emberiséget, illetve az emberiséget és a bolygót. Még ott sem. A PPR szervezetünknél és azon belül a Nyílt Akadémia, tehát a Nyílt Akadémia az egy felnőtt képző iskolánk segítségével kapsz egy kócs szakmát, tehát szedjük össze, nézzük meg, hogy mennyi mindent adunk az embereknek. Ha találsz még egy szervezetet a bolygón, ami ennyi mindent ad az embereknek, megeszem a kalapon. Oké? Okay? Nézzük meg. Tehát adunk egy szakmát az embereknek, amelyel egy kócs szakmát, és itt van benne, hogy mi a kócs szakma, kihozni az emberekből a legjobbat és a legtöbbet. Tehát a kócs képes kihozni az emberekből a legjobbat és a legtöbbet. Oké. Okay? Tehát egy kódszakmát, szakmát, amelyel kihozhatod az emberekből a legjobbat és a legtöbbet, és ettől a tudástól magadból is talán ki tudod hozni. Hát a talán azt jelenti, hogy ha akarod. Oké? Okay? Szervezetek, hol adnak máshol ilyen szakmát? Megtanulhatod a problémáidat megoldani, megelőzni, hogy egyre boldogabban élhessd az életedet. Ezek a következőt. Megtanulhatod az energiák működését, továbbá használatát is, így te magad szellemiséggé válva tudatosan alakíthatod az életedet. És akkor így. Legalább tisztába kerül, mi az, hogy szellemiség. A szellemiség azt jelenti, hogy egy egyén képes az energiák hasznosítására, használására. Oké? Okay? Egy olyan etikus és tudatos közösség tagja lehetsz, amely jobbá teszi az embereket, és ezáltal egy jobb emberiséget, Alakítunk ki. Hol találsz még ilyen szervezetet, ami ezt megcsinálja? De ez még nem elég, még csak a felénél járunk. Elsajátíthatod azokat az ismereteket és képességeket, amely által képes leszel sokkal jobban bánni önmagaddal és másokkal. Így sikeresebbé válsz az életed minden területén, példakép lehetsz mások számára rossz dolog példaképnek lenni? Nem szerettél volna valaha példakép lenni? Tehát az a jó, hogy mások a példaképek számodra. Nem neked kellene példaképnek lenned? Hm? Há melyik a jobb neked? Hogyha mások példaképek számodra, vagy ha te vagy a példakép? Melyik? Gondold végig példakép lehetsz mások számára. Nálunk egy olyan kiegészítő vagy fő tevékenységre tanálhatsz, amely által a legetikusabban kereshetsz passzív jövedelmet eredményező pénzt. Tanulói csapat szervezésben résztvevőként létrehozva a tartós anyagi biztonságodat és a szabad életedet. tehát tanulói csapatszervezés ami azt jelenti hogy magától az emberek nem fognak fejlődni maguktól az emberek nem fognak fejlődni fel kell hívni a figyelmüket arra hogy végre van a bolygón egy lehetőség ahol fejlődhetnek ami szabad akarat akar fejlődni akar marad úgy ahogy van Lehetőséget kapsz folyamatos karrierépítésre, az egyre magasabb és magasabb vezetői, illetve igazgatói szintre jutva. Hosszú távon biztosítjuk számodra azt, hogy tartozhass egy nagy múltú és hatalmas ember, és életjobbító, világmegváltó célokkal rendelkező, egyedülálló közösséghez. Hol találkoztál még ilyennel? Hm? Tehát hála Istennek, nagy múltunk van. Ami azt jelenti, hogy 93 óta az, azon a területen kívül, amit most csinálunk, és piacvezetők vagyunk, már három. Piacvezetői pozíciót sikerült megcsinálni. Ezelőtt. 93-tól. Abból kettőt úgy sikerült, a másodikat, harmadikat megcsinálni, hogy az egyiket befejeztük 2000-ben, a másikat befejeztük 2007-ben, és azóta sem tudtak lepipálni minket. Pedig azóta is működnek olyan szervezetek. És nem tudtak minket lepipálni. Tehát itt van nyolc terület. Hol találsz még egy olyan szervezetet, ahol ezt megkaphatja az ember? Hm? Sehol. Tehát amit neked nyújtunk összefoglalva, problémák megelőzése. Tehát neked nyújtjuk. Boldog élet elérése. Lasszív jövedelem. Saját vállalkozás. Ez nem kötelező egyik se, ez lehetőség. Érted? Több szabadidő. Gyors karrier. Szabad élet. Új kapcsolatok. Mások segítése. Anyagi függetlenség. Jövedelem kiegészítés. Gondoskodás az utódokról. A te utódjairól itt jobban szól, nem máséről. Szeretet. Aranykor bevezetése. Itt van egy pár lehetőség. Mondjuk ezek közül, melyik lenne számodra, mondjuk a legeslegfontosabb. egymáshoz kötődnek. Tehát igen, az <laughs> De már ismered az aranykört, de vannak az újak, még nem ismerik. most hallanak először, azt se tudják mi az. És akkor rendszeres képzéseink vannak, rendszeres kócsképzéseink minden szerdán és vasárnap. Szerdánként 6 órától vasárnaponként pedig fél 5-től. Összesen egy hónapban 30 óra. És ezeken a kócsképzéseken van 26 nagy téma, Amit nehogy azt itt, hogy egy hónap alatt adjuk le. Egy téma az általában több, mint egy hónap. Például a mostani téma az már harmadik hónapja folyik. Ez a párkapcsolat. Ugyanis ezeken a képzéseken megtanulsz bánni önmagaddal. Ez egy életterület, hogy az ember jól bánjon önmagával. Minél jobban bánik egy ember saját magával, annál könnyebben boldogul az életben. De hát vannak külső körülmények is. Pároddal hogy boldogulsz? Csak... <gül> <gül> Így van, a párkapcsolat az egy külső körülmény, mert nem csak tőled függ. Hanem a párottal is. Mennyire ismered az ellenkező nemnek a működését? Hm? Hát ha jobban ismerni, nem lehet, hogy jobban tudnám bánni az ellenkező nemmel. Lehet, hogy akkor a pároddal is jobban tudná. Hát azonos nemű. Tudod, az azonos neműek miért azonos neműek? Ember hát, a saját maga működését ismeri, és azáltal ismeri a másik működését, és így van. És az már neki bonyolult, hogy megismerje egy más embernek a működését, aki, aki nem olyan nemű, mint ő. Tehát az, hogy az ember megismerje a párjának a működését, illetve az ellenkező nem működését, az eléggé fontos. Vagy ott vannak a szülők. Tehát csak egy-két egy dolgot mondok ezzel a kapcsolatban. A szüleid, de te választottad eleve, ott kezdődik. Hogy ez hogy történt, most ez részletkérdés, mert erről már sokat beszéltem, megnézheted a díjmentes videóimban is. Hogy ez hogy történt. Azon túlmenően a szüleid alapozták meg azt, hogy amilyen most vagy. Oké. Okay. Az azt jelenti, hogy amit ők hibásan csináltak, hibás mintát mutattak, illetve mondjuk hibás tudást adtak át, vagy tanítást adtak át, te annak alapján lettél felnőtt. És akkor ez hogy működik? Ennek úgy kell működnie, hogyha mondjuk hibás mintát mutatott édesanyád vagy édesapád, akkor neked úgy kell működni felnőttként is? Miért te az édesapád vagy az édesanyád vagy? Te te vagy nem? Az, hogy valaki a közvetlen környezetedben helytelenül működött, vagy nem a leghelyesebben működött. Neked miért kellene úgy működnöd? Hm? Te, nem, te nem ő vagy. Te te vagy. Te szabad akarattal rendelkezhetsz, és te lehetsz sokkal jobb, mint ők voltak. Tehát én sokkal jobb vagyok, mint apám vagy anyám volt. Sokkal. Nem is lehet összehasonlítani velük engem. De tudod miért? Mert én tanulok erről, azt mondja, hogy a gyakorlatban azt mondja, hogy 40, nem annyi nincs, 30, ennyi? 37 éve, most már igen, 37 éve a gyakorlatban, és elméletben pedig 34 éve. Tehát először gyakorlatban tanultam, utána csak elméletben. Ez nálam megfordult. Ők soha nem tanultak ilyen dolgokról. Érted? Soha. Soha. Tehát az, hogy a szülőktől mit hoztunk, az egy dolog, ami lehet változtatni. De alapot adott. És ha te nem változtatsz, akkor gyakorlatilag olyan vagy, mint a szüleid. Oké. Okay? csak lehet, hogy egy kicsit jobb verzióban, de az is lehet, hogy egy kicsit rosszabb verzióban. Attól függ, hogy te azóta milyen hatásokon mentek keresztül. Az, hogy az ember hogyan bánik a gyerekével, az nem csak a jelent határozza meg, hanem a jövőt is. Mert a gyerekeddel valószínűleg a jövőben is lesz kapcsolatod, sőt, valószínűleg, Ugye a statisztikák azt mutatják, hogy a gyerekeid túlélnek téged. Hogy az a normális, mivel később születnek, ezért az a normális, hogy a később halnak meg, nem? Tehát ezért valószínűleg a gyerekeiddel az életed végéig meg lesznek a kapcsolataid. Vagy legalábbis jó lenne, ha megmennének, nem? Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy hogyan bánsz a gyerekeiddel, hogy ösztönösen bánsz velük, vagy pedig nagyon tudatosan. Mert a kettő közt óriási különbség van. Sok szülő úgy bánik a gyerekével, ahogy vele bántak. Sok szülő úgy bánik a gyerekével, pont ellentétesen, ahogy vele bántak. Én nem tudom, te melyikbe tartozol, de lehet, hogy ennek a kombinációjába kellene tartoznod, nem? Mondjuk, amit jól csináltak a szülők, szüleid, azt lehet, hogy neked is jól kellene csinálnod. De amit rosszul csináltak a szüleid, azt szerintem neked nem kellene csinálnod. Vagy rosszul gondolom. És a helyet jól kellene csinálni. És most tök mindegy, hogy kisgyerekről beszélünk, vagy felnőtt gyereked van már, teljesen mindegy. Akkor is tudni kellene vele bánni. Tehát a gyerekeink azok nem egy egyszerű emberek. Ami azt jelenti, hogy nem olyan, mint egy idegen a gyerekeidhez, sokkal szorosabb érzelmi szálokkal kötődsz, mint egy idegen emberhez. Ezáltal, ha megnézed, a gyerekeid működése a saját érzelmeidre sokkal nagyobb hatást gyakorol, mint egy idegen. Tehát ezáltal nem kellene jól bánnia gyerekkel, hogy hogy amikor ő bánik veled, az neked szimpatikus legyen. Vagy nézzük meg, hogy itt van a más emberek. Ha te az életedben boldogolni akarsz, akkor nem elég, hogy a pároddal, szüleiddel, gyerekeddel jól bánsz, hanem körülvesznek idegen emberek. És valószínűleg, nem abból lesz jövedelmed, hogy a pároddal, vagy a szülőddel, vagy a gyerekeddel jól bánsz, hanem abból lesz jövedelmed, hogy másokkal jól bánsz. És ha másokkal jól bánsz, akkor kialakíthatsz egy karriert. Azáltal, hogy létrehozol mondjuk egy csoportot. Oké? Okay? Ezt nem tudod. Tehát a családban nem tudsz létrehozni egy karriert. Ki az, aki már létrehozott a családjában karriert? Senki. Karriert idegenekkel lehet létrehozni. Világos, tehát más emberekkel. Tehát egy csomó dolgot nem tudsz megcsinálni a családoddal. Csak más emberekkel. Például. Senki nem lehet profit, a saját családjában van egy ilyen mondás. Mennyire hallgatnak rád a családtagok. Mennyire csinálják azt, amit te jó tanácsként mondasz nekik. Hm? Ez az alapvető, ez az alapvető a legtöbb esetben, hogy gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy semennyire. Ezáltal például a családtagokkal, Való bánásmódhoz meg kell tanulni azt, hogy hogy, hogy bánj úgy vele, hogy hogy ne érezze azt, hogy, hogy irányítod. Érted? Tehát, hogy meg kell tanulni azt, hogy az érzelmeik, keresztül hassál rájuk. Mert hogyha direkt az arcába mondod a dolgokat, azzal szemben a hozzátartozódnak lesz a legnagyobb ellenállása. Az összes ember közül. És ide sajnos beleértjük a párodat, a szüleidet és a gyerekeidet. Most a másokkal való bánásmódnál ez egész más. Tehát mások sokkal, de sokkal jobban hallgatnak rád, mint a családtagjaid. De az, hogy hallgassanak rád, hát ott kezdődik, hogy vajon szeretné-e, hogy hallgassanak rád? Hát sok ember azért boldogtalan, mert a kutya sem hallgat rá. Vagy legfeljebb a kutyája. Oké. Okay? És... Ember nincs, aki hallgasson rá. Mert mindenki azt gondolja, vagy majdnem mindenki, hogy a család ahhoz elég. Hát de senki nem lett profét a saját hazájában. A családod tagjai nem fognak rád hallgatni. Akármilyen szuper leszel. Akkor sem. Oké? Okay? Sokkal jobban hallgatnak mondjuk a barátjaikra. Mint rád. Vagy a barátnőikre, mint rád. Vagy ezer idegenre, mint rád. Egyébként csak úgy egy tesztként nézzük meg, hogy melyik a jobb neked. Az, hogy nem hallgat rád a kutyase, vagy max a kutyád. Vagy Szeretnéd, ha hallgatnának rád az emberek. Ki az, aki szeretné, hogyha hallgatnának rá az emberek. Oké, maradjunk ennyiben. Jó? Tehát szeretnénk. De ahhoz, hogy hallgassanak rád az emberek, az létre kellene hozni egy saját csapatot. És azt képzeld el, milyen fantasztikus a mi szervezetünk. A nagy szervezeten belül neked lehet saját csapatod, aminek a száma, a létszáma nincs korlátozva. Nincs korlátozva. Korlátlan mennyiségű ember lehet benne. Oké? Okay? A korlát az a Föld lakosságának a létszáma. Oké? Okay? Tehát az, hogy az ember másokkal Jól tudjon bánni, és ha megtanulja másokkal való bánásmódot, az meghatározza az ő társadalmi elhelyezkedését. Tehát, hogy a társadalom milyen szintjén helyezkedik el? Ugye a társadalom legalján kik helyezkednek el? Hát a hajléktalanok. Nem? És azon belül elég szépen lehet elhelyezkedni. Tehát nem azt mondom, hogy te akar lenni a miniszterelnök. Én például nem szeretnék az lenni. Akár Akárhányan felkérnének erre a posztra, akkor sem. Oké? Okay? Nem szeretnék. Tehát én nem szeretnék olyan poszton elhelyezkedni a társadalomban, ahol már testőrökre van szükség. Világos ez? Mert aki... Nek testőre van szükség, az nem szabad. Oké? Okay? Lehet, hogy van bőven pénze, de nem elég a pénz, amellé szabadság is kell. Tehát, ha egy fontossági sorrendet megnézzünk, akkor azt mondja, hogy nézzük csak fontossági sorrendben. A az legfontosabb az a szeret utána az egészség, utána a szabadság, utána az elismerés, és utána jön csak ötödikként a pénz. Oké? Okay? Tehát ha megnézed, a szabadság, az kettővel fölötte van a pénznek. Tehát a szabad élet az motiválóbb, mint az óriási vagyonnal rendelkező élet. Világos ez? És persze, hogyha az a szabad élet összejön az elég pénzzel, akkor az még jobb. De az elég pénz, az elég ahhoz, hogy ne kelljen hozzá testő. Világos ez? A munkáddal, ha megnézzük az embereket, tehát megtanulsz bánni a munkáddal, megnézzük az embereket, akkor azt látjuk, hogy nem szeretik a munkájukat. Azért dolgoznak abban a állásban, munkában, akármiben, vállalkozásban akár, mert az a lehetősége van. Na most ez úgy működik, hogy minden ember, aki a mostani társadalmi formánkban él, tehát itt mondjuk a nyugati, vagy akár mondhatjuk már, hogy keletre is kezd ez kiterjedni, tehát a bolygón egyre több helyre kezd kiterjedni az, hogy az embernek van választási lehetősége a munkájával kapcsolatban. Tehát gondold végig, te választhattad a szakmádat. Mit tudom én mondjuk egy? A világunkban még azért van egy pár milliárd ember, amelyik nem választhat szakmát. De már van egy pár milliárd, amely választhat szakmát. Lehet, hogy utána te nem is a szakmádban dolgoztál, de választhattál. Foglalkozást. Bármikor átmegysz egy másik munkába, munkahelyre. Hát szabad akaratod van. Az ember onnantól, hogy munkát választ, odáig, hogy meghal, számos munkával kapcsolatos lehetőséggel találkozik. Ez nem kevés, nem egyel, nem kettővel, hanem viszonylag sokkal az alatt a 40-50-60 év alatt. Tehát nem nyugdíjba vonulási, hanem a halálodik. És itt egy kérdés van csak, hogy az ember választja-e az előtárul, elétáruló lehetőséget. Vagy elmegy mellette. Én az életemben a lehetőségeimet a munkával kapcsolatban kiválasztottam és nem egy lehetőséget választottam ki, pedig a szakmámat, a tanult szakmámmal kezdtem el az életemet. De amikor jobb munka lehetőség lett, akkor váltottam. Majd mikor annál is jobb munka lehetőség lett, akkor váltottam. Majd mikor annál is jobb munka lehetőség lett, váltottam. És ezt így lehetne sorolni egészen 2010-ig. És 2010-től mondhat nekem akármilyen akár munkát, nem választok mást. Mert megtaláltam a leget. Világos? Ami a legetikusabb, a legjövedelmezőbb, oké? Okay, a legszabadabb. Mi kell még? Legjobban szerethető. Mi kell még? Tehát a legutána az ember nem választ egy még legebbet. Oké? Okay. Tehát ha most a munkáddal nem vagy elégedett, akkor nem használtad ki az elétáruló lehetőséget. Ilyen egyszerű. Visszatérve még egy kicsit, mert a munkáddal sok időt töltesz. És azzal, amivel sok időt töltesz, sőt, amivel a legtöbb időt töltesz, az befolyásolja leginkább az érzelmi állapotodat. Mondhatjuk úgy, hogy a hangulatodat. Tehát ezáltal egyáltalán nem mindegy, hogy mivel foglalkozol, mint jövedelem forrás. Oké? Okay? Tehát az embernek olyan jövedelem forrás kellene, ha kihasználná a lehetőséget, amiben jól érzi magát, és van belőle elég jövedelem. Tudod, hány éve élek passzív jövedelemből? 33. Most januárban 33 éve. Tehát én a passzív jövedelem. Lehetőségét 91. januárjában kezdtem el. Oké? Okay? És 91. januárjától már lett passzív jövedelme. Jó, akkor még az kis csekély összeg volt. De a csekély összeg azt tud emelkedni. Most gondold végig, ha mondjuk a az egyet duplázod. Akkor az a következő hónapban kettő. Majd az utána a következő hónapban négy. Az utána a következő hónapban nyolc. És akkor számolt ki, hogy mondjuk 12 hónap után az már hányszoros. Oké? Okay? És akkor mondjuk évek során mennyi? Tehát olyan munkára kellene az embernek vágynia, amiben nem szakadsz bele, vagy rosszul látod, amiben jól érzed magad. Ahol szabad lehetsz. Ahol megtanulod, hogy te irányítsd az életedet, és képes vagy arra, hogy a munkádban is irányítsd az életedet. Nézzük tovább. Pénzzel való bánásmód. A pénzzel való bánásmód nem azt jelenti, hogy megtanul spórolni, az benne van, hogy hülyeségek nem megkölts. De, hogy képes legyél pénzt teremteni. Érted? Tehát ne csak úgy jöjjön magától a pénz, hanem az általad teremtődjön. És több teremtődjön, mint amennyit el szeretnék költeni belőle. Logikus. Tehát a pénz, az, hogy tisztában legyünk azzal, Ez az egy eszköz, az egy csere eszköz. Nem libát cserélünk kis székre, ha libára van szükséged, vagy ha kis székre van szükséged, hanem kapsz pénzt, és azért veszel kis széket, vagy veszel libát. Oké. Okay? Tehát a pénz az nem rossz. Miért nem tudnál elképzelni az életedben, hogy legyen elég pénzed? Hm? Elég. Hogy kinek mennyi az elég, az mindenki saját maga dönti el, nyilván való. De minek az elégnél több? mint a milliárdosoknak. A milliárdosoknak több van az elégnél. Minek? Ja, azért, mert úgy akarnak hatalomra szertenni. Mert a hatalom mániájukat így kell kielégíteniük. Semmi más véget. Világos ez? Hát, ha te is hatalom vagy, akkor az elég nagy baj. De remélem nem. Mert általában azok az emberek, akiket úgy hívnak, hogy fényküldöttek, vagy még most nyílik a szemük arra, hogy ők fényküldöttek, azok nem hatalommániások. Világos ez? Tehát a kettő nem fér össze. A hatalommánia meg a fényküldöttség. Nem fér össze. Környezeteddel. Azzal az élő világgal és nem élő világgal, amiben élünk. Érted? Tehát az emberen kívüli környezetre gondolok. Mert a az emberek azok a mások. Meg ami előtte volt. Gyereket, szüleit, párod, te saját magad. De azon túl, a környezeteddel. Tehát, hogy mondjuk ez a bolygó élhető maradjon. És ne feléljük a bolygón készleteit. Tehát most gondold végig, van egy csomó olyan találmány, ami, mit tudom én mondjuk, a villamos energiát elő tudnád úgy állítani, hogy semmilyen összegben nem kerülne, csak mondjuk annak a gépnek a beszerzése. És utána, ameddig élsz, az a gép képes lenne előállítani a villanyáramot. És nem tudom, tudjátok-e, hogy mekkora. Ez körülbelül egy akkora, mint egy olyan, 120-150 literes hordó. Tehát van ilyen gép. Érted? És ez egy lakás, tehát egy ilyen 100 négyzetméteres lakás áram áramszükségletét simán megcsinálja. Érted? Teljes. Fűtés, minden. Tehát beleértve. Oké? Okay? Ez, ez a találmány vagy 25 éve van. Mi szépen elfettettünk elfektették. Elfektették. Jó, no, tehát, ha most gondold végig, hát az a legnagyobb biznisz, hogy te az energiáért fizetsz. Vagy rosszul látom. Hát már rég lehetne, már mikor én jártam iskolába, középiskolába, akkor tanultuk, mint szakmóbéli, hogy már létezik olyan autó, amely vízzel van hajtva hány éve volt? Azt mondja, ezt tanultam, vagy 77-ben? Az mennyi? 50? 50 hány éve? 23, meg 24, 47. Na, 47 éve. 47 éve már létezett olyan autó. Érted? És ahhoz képest még se ilyen autó járnak. Jó, tehát csak úgy mondom. Maga például a az elektromos autó az egy átverés. jó? Ja? De ugyanúgy átverés itt Magyarországon az elektromos panelek. Napelem, Nap így van. Az is átverés. Mert gyakorlatilag sosem térül meg. Milyen? Milyen befektetés az, ami sosem térül meg? Érted? Sosem. Oké. Okay. Ha csak nem úgy csinálod, hogy mindent áll az állam. De én. De ez meg milyen? Akkor onnantól kezdve te függő vagy az államtól. Mert igénybe vettél állami ö, támogatást. És ha állami támogatást vettél igénybe, akkor te fügsz az államtól. Ezt jó, ha tudod. Soha nem vettem igénybe állami, semmilyen állami támogatást. Na nézzük tovább. Hatóságok. Tehát, hogy jól tudjál bánni hatóságokat, tanulsz ilyen dolgokat is. Ez van egy régi mondás. Segítsetek ebben, jó? Hogy add meg a... Amit amit a király... Hogy van ez? Adjuk... Add meg a királynak, ami a királynak jár, add meg a császárnak, ami a császárnak jár. Valami ilyesmi. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy jobba kell lenni a hatóságokkal. Tehát csomóan próbálják ugye, úgy élni az életüket, hogy minél kevesebbet kapjon belőle az állam. És akkor csodálkoznak, hogy nem úgy alakul az életük, ahogy kellene. Tehát az államnak meg kell azt adni, ami az államnak jár. És ha, ha úgy tűnik, hogy túl sok az, amit az állam akar meg tőled beszedni, akkor keres annyit, hogy az ne legyen sok. Tehát gondold végig, neked az életedben az lenne a jó, hogyha bazi sokat adóznál. Miért? Mert akkor bazisokat sokat keresnél. Érted? Hát gondold végig. Hát az a jó, hogy sokat adózol, nem? Nem az a jó, ha kevese. Mert ha sokat adózol, akkor sokat keresel. Világos ez? Tök logikus. Vannak olyan emberek, akik bekorlátozzák saját magukat, a saját jövedelem növekedési lehetőségüket azzal, hogy ilyen kedvezményes adózású vállalkozásokat üzemeltetnek. Vagy vállalkozást, igen, mert többes számban beszéltem, vállalkozásokat üzemeltetnek. És ezáltal bekorlátozza magát, nem tud tovább növekedni. Ha fejben az ember saját magát bekorlátozza, akkor ne csodálkozzon, hogy nem úgy növekszik a jövedelme, ahogy kellene. Jó, pont. Nézzük tovább. És van egy dolog az Isteneddel. Hogyan bánj? Ezt is megtanulodik. Hát ott kezdődik, hogy menjünk ide vissza. Nézzet, csak mindjárt mutatom, hogy. Igen, következő gondolat, hogy önként vállalták, hogy segítenek, a, tehát a fényküldöttek, tehát te is, önként vállaltad, hogy segítesz a bolygó lakóinak kigyolgyulni a félelemből, és annak következményeiből. Minden fényküldött egy isteni, szent feladattal érkezett. A lélekről van szó, hogy tisztában legyünk, nem a testedről, a lelkedről van szó. Mint hal, halhatatlan, értelmez szellemi energia. Jó, és isteni szent feladat, érted? Tehát az Istened vezérelt ebben a kapcsolatban, és te vállaltad ezt a feladatot. Menjünk vissza. Tehát az, hogy az ember jól bánjon idézőjelben azzal a főnökkel, aki ide vezérelt, az nem egy rossz ötlet. Tehát általában ez olyan, mint a munkahely. Ha alkalmazottként jól bánsz a főnökkel, akkor ő is jól fog bánni vele. Na most, az a lelkednek a főnöke, a te teremtőd az Istenet. Tehát, ha azzal jól bánsz, akkor ő is jól bán veled. Akárhogy tetszik, vagy nem tetszik, ő a szellemi főnököd. Oké? Okay? És tanuljuk ezeket, hogy hogy kellene jól bánni a saját Isteneddel, tehát a saját szellemi vezetőddel ki az Isteneddel? És egész másként élhetnéd az életedet, sokkal boldogabban, hogyha ezekkel a dolgokkal tisztában lennél. És használnád is természetesen. Na, akkor kérdezem még egyszer, hol láttok, hol találtatok ilyen kompenzitást, komplexitást, bocsánat, bocsánat, komplexitást, tehát hol volt ennyire összetettem létrehozva, bármilyen más szervezetben, hogy az ember fejlődhessen. Sehol. És ezt mennyiért tudod megtenni? Gyakorlatilag a havi első havi tandíj, tehát az első havi tandíj, az 19.700 forint, azt elosztjuk 30 órával. Mennyire jön ki? 600, 60 forintra? Oké? Okay? Óránként. Mit kapsz ma 660 forintért? Jó, ez egy akciós tandíj. Azon túlmenően pedig a következő hónaptól, tehát a második hónaptól, a tandi még ennek is csak egy része, az 12.500 forint elosztva. 30-al, az 400. Mennyi? 30 forint? Óránként. Mit kapsz 430 forintért? óránként. Milyen tudást? Hát a, az egy első osztályos gyerekedet nem korepetálnák ennyiért. Nem, hogy téged. Ha megnézed, mennyibe kerülnek a felnőtt képzések, ami, ami nincs állami támogatás, mi nem szeretnénk a felnőtt képzéseinkre állami támogatást kapni. Ha megnéznéd, mennyibe kerülnek a nem államilag támogatott felnőtt képzések, leesne az állat hogy óránként miért kérnek 5-10 vagy akár még több ezer forintot oké? Okay. no úgyhogy azért kell ezt megcsinálnunk hogy a fényküldötti küldetésünket beteljesítsük oké? Okay. tehát azért ennyi az át mert nem lehet az embereket tudom, óránként sok ezer forintért Ilyen dolgokra tanítani, mert akkor csak nagyon szűkrétek fogja igénybe venni. Mert szűk teheti te, te, meg. Te. És arról nem is beszélve, hogy nem csak magyar, rúl tudó emberekről szól a történet, hanem azokról is, akik halvány illadóncjuk sincs a magyarra a kapcsolatban. Mármint a magyar nyelvvel kapcsolatban. Tehát nekünk a jövőben, olyanokat is kell tanítani, tolmácsolással természetesen, akik nem magyarok. És akkor gondold végig, hogy itt vannak ezek a tandíjak, amit hallottál, az első havi és az utána következő tandíjak, akciós tandíjak, ennek a 76 a vissza van azoknak a Jut, utalva, mint jövedelem, akik részt vesznek a tanulók szervezésében. Tehát a tanulói csoportok létrehozásában. Tehát mindenkinek lehet egy tanulói csoportja, mint ami ez elhangzott. És ez a 76% az felfelé növekszik. Ez ilyen 40 valamennyiről indult az elején. 13 évvel ezelőtt és okay. attól függően emelkedik természetesen hogy a szervezők milyen karriert érnek el a tanulók szervezésében oké? Okay. úgyhogy ha úgy látod hogy látsz lehetőséget arra hogy te tényleg fény, fényküldöttél, válj akkor itt a helyed. Ha nem, akkor köszönjük szépen, hogy meghallgattad az első részt, akkor elbúcsúzunk tőled, ha viszont úgy látod, hogy továbbiakban érdekel a képzés, és olyan személlyel veszed igénybe, aki már tanuló itt nálunk, akkor vele egyszer betekinthetsz a coach képzésünkben. Jó? Tehát a kócs azt jelenti, hogy ember és jobbító mint elhangzott. Szóval akkor betekinthetsz, megnézhetsz, és utána eldöntheted, hogy fényküldöttként jössz velünk együtt, és tesszük a dolgunkat, vagy fényküldötté válsz, és jössz együtt, és tesszük a dolgunkat. Köszönöm szépen a figyelmeteket! Csinálunk 30 perc szünetet, szeretlek benneteket, sziasztok!